megint fütyűrészés. Még egy kiállítás. Igen. Kiküldik Varga Tamást is, kettős ember előnyben a szerb és montenegrói válogatott. Ikodinovic, Vujasinovic. Ben van mindenki, az egyik kiállítás letelt. Szapics átteszi a túloldalra. Ikodinovic, Ikodinovic lóba. Aztán egy újabb lehetőség, és nincs benn, nincs benn. Kásás védett tulajdonképpen Szécsi helyett. Hát ez az, figyeljünk egymásra valóban. Udovicsics lövésénél. Molnár, hát kibekkeltünk most egy kettős hátrányt. Mi dobhatja föl a csapatot, ha még ez sem? Talán az, ha megint kiegyenlítenénk. Kásás. Üres a túloldal. Fodor átkeveredett rossz kézre, tehát a jobb kezesek oldalára. Molnár Tamás. Négy méteres, négy méteres. Udovicsics lenyomta Molnárt. Fodor milyen jó, hogy ott volt a rossz kézen, tehát egy jobb kezes a jobb oldalon. És ezt a négyesünket most Kásás dobja. Hát elmeséltem ugye, hogy milyen négy méteres dráma volt annak idején Rusoránnál, két olimpián is. Hát most ez a második négyesünk. Kásás és Sefik. Gól! 7-7! Alakul ez, de milyen nehezen. 3.39 még hátra van. Egyszer ledolgoztunk három gólos hátrányt, aztán sima hátrány, két gólos hátrány. Minden esetre állandóan kapaszkodtunk. És nézzék meg, hát mondja azt valaki, amit néhányan pedzegettek, hogy esetleg ebben a csapatban már van olyan, aki jó lakott, hogy motivációs gondok vannak, mert 9 ember már olimpiai bajnok. Hát azt láttuk Kásás arcán, hogy nem érdekli, hogy itt mi lesz? Hát dehogy nem. Ikodinovic. Szapics. És megint a negyedik negyed. Lehet, hogy a miénk a negyedik negyed? Az biztos, hogy miután fejreállította most ellenfelét, Fodor Rajmund kiállítják, méghozzá Jelenicsről. Szerb Fór, Ikodinovic. Vujasinovic, nekik ugye nincs balkezesük. Vujasinovic ebből a szögből nem lő. Szapics, átteszik a túloldalra. Pattogunk most a vízben. Vujasinovic. Előtte Steinmetz Ádám két félelmetes karja. Vujasinovic megpattan. És mi jöhetünk? A kapufáról fölé pattan a labda. Először a mérkőzés folyamán átvehetnénk a vezetést. Ha dobnánk egy apró pici gólt. Nem kell hálószaggató, nem kell nagy. Csak valahogy a képzeletbeli gólvonalon jusson át. Kásás. Ő már kettőt lőtt. Mind a kettőt ugye a negyedik negyedben. Forból és négy méteresből. Mit szólnánk egy akciógólhoz mondjuk? Fodor. Benedek. Nem csak a fizikailag, hanem a lelkileg legerősebb embereink vannak most benn. Steinmetz Ádámról kiállítanak. Kemény Dénes még most nem kér időt. Azt későbbre tartogatja, hiszen még mindig van 2,5 perc. Benedek. Nem csak nála labda, hanem kiabálja a figura számát is. Biros. Szólj hozzá, Peti, te is a meccshez érdemben. Fodor. Át a túloldalra. Benedek. Kásás. Kis Gergely. Gól! A negyedik gólja. 8-7 ide. Atya úristen. Vezetünk. Mondtam, hogy legyen egy kis gól. Hát nem kellett volna ekkora. Hát a végén még kifizettetik a háló árát a görögök velünk. Hát majd összedobjuk persze. Óriási gól volt. Na most egy nagy baj van, hogy nincs vége a meccsnek. Kis negyedik gólja. Azt mondta Szapics róla 2000-ben, amikor Kist választották a világ legjobb játékosává az olimpiai teljesítmény alapján, hogy hát legalább 10 jobban játszanak, mint ők. Most már eleve idehoztak egy papírt, hogy a harmadik negyed elején, hogy ki a férfi vízilabda torna legjobbja, meg hogy állítsuk össze a torna válogatottját, hát most ezzel még ne foglalkozzunk. Szerbia Montenegro pedig időt kér, Manojlovic tehát nem vár arra, hogy esetleg kapnak egy emberelőnyt, és aztán ott egy forszámot, egy figurát elmagyaráz, hanem úgy dönt, hogy most, amikor először hátrányba kerül az együttese, akkor hozzá kell szólnia, szép szavakkal, buzdító szavakkal, taktikai tanácsokkal. Persze ez nem azt jelenti, hogy Kemény Dénes hallgat most, ő azonban rendkívül nyugodtan magyarázza el. Más kérdés, hogy kiabálni véleményem szerint már nem nagyon tud.
Ugye valamikor a torna közepén kértem meg arra, hogy énekeljen nekünk valamit, az első sorig jutott az a szép című sláger, gyanús, fülbe mászó kis népdalocskával, nótácskával. Hát az a szép, valóban, az a szép, hogyha ezek a gyerekek nem ezüstéremmel a nyakukban aranyosak. Mert aranyosak mindenképpen, ezt szögezzük le. Nikodinovic. Varga kiteszi mind a két kezét, mutatja a játékvezető, lát mindent, nem is Vargát állítja ki, hanem Kis Gergelyt. Kis Gergely első kiállítása. Vujasinovic. Most már a szervek forkihasználása is jelentősen leromlott egyébként. Vujasinovic. Forr pezseg a vízot bent középütt, mintha egy jacuzziban ülnének és szórakoznának a játékosok, pedig szó sincs erről. Vujasinovic át a túloldalra, Szapicsnak nem pontos a passz, és már odaérünk hárman. Jajjaj, most figyeljünk, kapufa! Kapufára lőtte Jokic. Még mindig van 1-40, és még mindig náluk a labda, át a túloldalra, ez sem pontos. Ez sem pontos, és két méteren belülre úszott Gojkovics. Miénk a labda? Miénk a labda? 8-7, másfél perc van hátra. Kis Gergely. Ez ugye azt jelenti, hogy szépen türelmesen támadva, amikor a szerbek megszerezhetik a labdát, már alig egy perc lesz hátra. Kis Varga Tamás. Felrobban a lelátó szinte, valóban van azért a 13 tagú csapatnak egy 14-dik, egy plusz egy embere, mint a Totóban, a főnyeremény, a közönség. Na meg persze a szakvezetés is. Varga Tamás. Benedeké a labda, 9 másodperc. Most megpróbáljuk előadni a semmit, hogy az valami. Biros, át Benedekhez. Tibi, lőd el. Sefik belekap, nagyszerű, nagyszerű védés volt, megtapsoljuk Sefiket, mert szögletre ütötte, nem pedig maga elé a labdát. 1 perc, 6 másodperc van hátra. És megint egy 3-0-ás negyedik negyed, csak úgy, mint mikor volt. Már most elfelejtettem menet közben, pedig kétszer elmondtam. Augusztus 15-én. Varga Tamás, lehet-e ezt még bírni? Hát ők bírják, az biztos. Kis Gergely. Honnan volt ennyi lelki erő? 0-3-ról, 5-7-ről. Benedek, de még mindig nincs vége a meccsnek. Varga Tamás. Kis. Bent középics Tejmec Ádám. Próbál levegőt venni. Varga. 15 másodperc. 40-60 van a meccsből. Most egy időkérés, úgy van. Szlobodan Nikic közben nem hiszi el, hogy vele mik történnek. Kemény Dénes odahívja a mieinket. 16 másodperc támadóidőnk van. Ebben a 16 másodpercben meg kell tartani a labdát. Nincs mese. És aztán a hátra. Hát ha tudnánk egy gól dobni, akkor akár hátra is dőlhetnénk. Cserélünk, Molnár jön be Sejmec Ádám helyére, Kis Gergely lesz még benn, Varga Tamás a döntő pillanatokban, Biros, Benedek, és természetesen a nélkülözhetetlen Kásás. Varga kéri majd a labdát, de meg kell várni, hogy elterjen az egy perc, ami az időkérésre vonatkozik. Varga. Ha jól látom, az Benedek. Az a játékos, aki tovább tette. Varga Tamás. Kásás. Lélegzett visszafolytva. Meg sem merek szólalni. Kásás messziről el kellett lőni. De még van idejük. Van egy támadásnyi idejük. Sefik. Nikodinovic kéri tisztán. Kásás érkezik. Most aztán ki kell védekezni. Döntetlennél hosszabbítás lenne, de döntetlenre most ne gondoljunk. Vajon a játékvezetők fejében mi jár? Vajon ítélnek-e még kiállítást? Nikodinovic. A szervek minden esetre időt már nem kérhetnek, az biztos. Vujasinovicé a labda. És kiállítást adnak. Kiállítást adnak, megadják a szerb csapatnak az esélyt Varga kiállításával, hogy kiegyenlítsen. Vujasinovic. De vajon adunk-e mi esélyt nekik? Már csak 7 másodperc. Szapics kezén a labda. Szapics fölnéz az órára. 3 másodperc. 2. Kettő szöglet, még van egy szöglet, de letelt közben az idő. Szapics azt hitte, hogy még időt kérhetnek, tanácstalan volt. Kemény Dénes szinte már a vízben, onnan instruál, be fogunk ugrani a végén, mindenki, aki magyar, be középre, és megvan az újabb olimpiai bajnoki cím. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki